Keller Antal Kakasdról kitelepített sváb család sarja, szülei Szekszárdon kezdtek új életet. Kiskorától meghatározó volt számára a zene szeretete, amit a korán elhunyt édesapjától örökölt gombos harmonika indított el. A gombos harmonika, ez a tény, ez már meghatározza azt, hogy a továbbiakban én merre selekedtem. Hát először is zeneiskolába kezdtem, de nem gomboson, hanem tangóharmonikán, mert gombos harmonikával nem oktattak. Egy 3-4 évet jártam, gyakorlatilag az alapokat megszereztem, és utána otthoni családi szórakoztatásra, szüleim, már ugye anyám is a nagyszülők szórakoztatására, hát ilyen kis magyar nótákat, meg opereteket tanultam meg, nagyon szerették egyébként a szülők ezt a muzsikát. Akkor jött a középiskolás kor, a beat korszakban voltam középiskolás, a harmonikát sajnos félre kellett tennem. Mert egyszerűen azt mondhatom, hogy szégyeltem, hogy én harmonikás vagyok. Mert a gitár volt a menő hangszer. Következett a főiskolás korszak, ugye elmentem Dunaújvárosba, műszaki tanárképzőt végeztem. Ott viszont kollégista voltam, a diák hagyományok, igencsak részt vettem, már az ilyen szakestélyeket és egyéb rendezvényeket illetően, ott már elkezdtem muzsikálni diáknótákat, tehát főiskolás diáknótákat, úgyhogy megszerettem és megkedveltem a zenét még jobban. Miután befejezte tanulmányait, hazaköltözött, és egy bátaszéki sváb lányt vett feleségül. Az ottani bálokon gyakran vettek részt, elmondása szerint ekkor hallott először igazi sváb zenét. Bátaszéken a Glöckler János bácsi féle zenekar játszott sváb bálon. A bátaszéki táncegyüttes táncolt, gyönyörű szép énekeket hallottam két fiatal lány előadásában, tehát egy dúót énekeltek, nagyon megragadott ez a műfaj. 82-ben viszont a szekszárdi sváb bálon megkeresett Klízi János bácsi, akit régebb óta én ismertem már, és azt mondta, hogy szüksége lenne a szekszárdi német nemzetiségi kórusnak egy harmonikásra. Na és akkor én igent mondtam, és itt kezdődött gyakorlatilag a német ének, zene, tánc, kultúra megismerése is, és ugye követése. A német kórusban gyakorlatilag azokkal a sváb emberekkel, férfiakkal, nőkkel találkoztam, akik tulajdonképpen a megyéből Szekszárdra költöztek be a kitelepítés során. Említeném itt a Kisdarogot, a Györkönyt, Kakasdot, Bátaszéket, stb. Ezek az emberek gyakorlatilag itt Szekszárdon megtalálták egymást, és saját maguk szórakoztatására szervezték meg gyakorlatilag a német nemzetiségi kórust. Ez egy öröméneklés volt ott, névnapokat, születésnapokat tartottunk, és néha már abban az időben is meghívtak bennünket fellépni. Nagyon kellemes időszak volt ez. Jött a rendszerváltás, az általános iskolákban ugye elkezdődött a német nyelvoktatás, nemzetiségi hagyomány, őrzés, ápolása, és akkor itt kezdődtek a kis gyermekkórusok, itt kezdődött a gyermektánccsoport, ahol én zenészként közreműködtem.
Később megalakultak a felnőtt tánccsoportok, kórusok, Tolna megyeszerte, szinte minden egyesületet Keller Antal kísért harmonikán. Ezt a 40 évnyi munkát a szekszárdi németségért Klézli János díjjal ismert el nemrégiben a német önkormányzat. A nagyon meglepetés, és nagyon boldog voltam. Nagyon boldog voltam, hogy ezt megkaptam, és annak még jobban örültem, hogy mondhatnám azt, hogy több százan visszajeleztek és gratuláltak, a Facebookon is, telefonon is, a megyéből az említett tánccsoportok, kórusok, vezetői, a tagok. Nagyon szépen köszönöm nekik, hogy megkerestek, és ugye felfigyeltek rám. 2013-ban én megkaptam a Tolna megyei németségért nívódíjat, hát akkor voltam nyugdíjas korú, hát 60 éves koromba, és hát az is megtiszteltetés, nagyon nagy megtiszteltetés volt.